A RoboCup junior versenyszámai között szerepel a Menekítő Robotok Ligája, amiben az induló robotoknak áldozatokat kell kihozniuk a szimulált romok közül. A Táncligában zenés produkciót mutatnak be gépi és emberi szereplők közösen. A robot foci versenyszám távlati célja pedig, hogy 2050-re egy robotcsapat megverje az éppen FIFA bajnok csapatot. Az EU Robotika hét az november 23-ától 27-ig tart. Ebben az esemény sorozatban a Európából összesen 500 intézmény vesz részt. Ezek között Magyarországról 3 intézmény jelentkezett. Nyíregyházáról a Nyíregyházi Főiskolának a robotintelligencia tehetség támogató szakköre. Aztán Budapestről a Tudományos Akadémiának a számítóközpontja és egy hajdúböszörményi középiskola jelentkezett be ebbe az esemény sorozatba. 500 intézmény mint vesz részt összesen Európából. Magyarországon a robotokkal még foglalkozik több intézmény, de Szabolcs megyében Kisvárda, Nyírbogdány és Nyíregyháza. Ezek a helyek, ahol szintén foglalkoznak ilyen versenyekkel. Matematika, informatika, fizika és angol tudás mellett kreativitásra van szükség a robotok építéséhez. A Nyíregyházi Főiskola robotlaborjában hobbiból dolgozó diákok közül többen a mérnöki pályát választják, sőt, került már ki Harvardi egyetemista is, mondta el a szakkörvezetője. Hozzátette, a főiskola hallgatói is részt vehetnek a felkészülésben, akik mentorként segíthetik a gyerekeket. Én már több mint egy éve foglalkozom robotikával, úgy kezdődött az egész, hogy csak úgy lejöttem, mint fizikus hallgató, szétnézve a robotikásokhoz, hogy mégis mit csinálnak a gyerekek, el se tudtam képzelni eleinte, hogy hogyan készíthetnek a gyerekek robotokat. Na, lejöttem, és betekintést nyertem a labormunkának a folyamatében, megtetszett nekem is, ugyanis fizika kísérleti bemutatókat tartok, és ez nagyon sok eszközt szeretek barkácsolni, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket a bemutatókat, és ezekkel az eszközökkel, illetve a tapasztalataimmal nagyszerűen ki tudom egészíteni ezekkel az ismeretekkel, és tudom segíteni a gyerekeknek a munkáját is. A Nyíregyházi Főiskola robotlaborja már 9 alkalommal indult a világversenyen. A csapatok már több első helyezést és külön díjat is hazahoztak az ifjúsági csapatok versenyéről.